Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem köztöt látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, a Diósdi rendőrös megbízott parancsnokát, Somodi Sándort üdvözlöm. Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Április 16-ától szól a megbízott kinevezés, ezt azért mindenképpen mondjuk el itt a beszélgetésünk legelején. Egy picit beszéljünk önről, Érdet és az érdi rendőrkapitányság illetékességi területét mennyire ismeri, milyen korábbi tapasztalatok vannak ez ügyben, hát az érdi rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik Diósd is. Így van, természetes. Mint egy új személy kerültem ugyan Diósdra, de az érdi rendőrkapitányság is maga a terület, illetve maguk a kollégák nem ismeretlenek számomra. Közel 20 év vagyok a szakmában, de ebből sikerült korábban több mint egy évet eltöltenem Érden, akkor mint körzeti megbízotti alosztályvezető, az önkormányzat segítségével és az akkori parancsnokok segítségével felállítottuk a körzeti megbízotti rendszert, majd ezt követően egy szomszédos település, a Sziget-Szent Miklósra vitt az utam osztályvezetői beosztásba, és idén februárban kerültem vissza az érdi rendőrkapitányságra. Itt ügyeletes tisztként tevékenykedtem, és ugye április 16-ától ért az a megtiszteltetés, hogy megbíztak a diósdi rendőrösnek a vezetésével, a parancsnoki teendőkkel. Tehát maga a millió, maga a város, illetve maga a terület, hiszen hát Diósd nem Érdhez tartozik, de maga a terület nem ismeretlen, hiszen a korábbi érdi múltamból, akciókból, szolgálatokból természetesen Diósd ismerős számomra. Ott is elsősorban a kollégák voltak, akik hál' Istennek tisztelettel, szeretettel fogadtak, és az ő segítségükkel mai napig is, és ezután is még folyik a beilleszkedésem. Általánosságban a rendőrös az milyen kapcsolatot ápol tulajdonképpen a rendőrkapitánysággal, az érdi rendőrkapitánysággal, tehát milyen viszony van a két intézmény között? Hát természetesen a rendőrőrs a szerves része a kapitányságnak. Szokták kis rendőrkapitányságként is apostrofálni. Van benne valami igazság, de abszolút szimbiózisban vagyunk a kapitánysággal. Nyilván a feladatokat mindig a kapitányság vezető és az osztályvezető kolléganő, kollégák határozzák meg számunkra egy ilyen úgynevezett mellérendeltségi viszonyban, de a szakirányítás az mindig bent van. Mi természetesen a helyi sajátosságoknak megfelelően alkalmazkodunk mind a bűnügyi, mind a közrendvédelmi és a közlekedési helyzet alakításához, formálásához és ebből adódó feladatokhoz. Hány fő dolgozik jelen pillanatban a Diósdi rendőrösön? Hát jelen pillanatban velem együtt 10-en vagyunk a rendőrösön. Hál' Istennek a nap 24 órájában a rendőri jelenlét tudjuk biztosítani. Én szeretném, tervezném, hogy többen legyünk, aztán majd a sors megmondja, hogy mi fog következni. Mi az, ami indokolná esetlegesen a létszám növekedést? Igazándiból az indokolná, hogy ez minden más cégnél, vállalatnál ugye megvan. A szabadságállási időszakok, a betegállományos időszakok, ne adj Isten, a tanulmányi időszak. Ebben az esetben, és amikor ezek eljönnek, mindig kevesebben vagyunk, és én úgy vélem, illetve nyilván már a kapcsolatot felvettem az önkormányzattal, polgárőrségekkel, azokkal a szervezetekkel, akik segítik a munkánkat, illetve akikkel együtt kell dolgozni, mindenki igényelni azt, hogy több rendőr legyen, hogy többször látnák a rendőrt. A Diósdi rendőrös dolgozói rendőrei kizárólag Diósd határain belül tevékenykednek, vagy itt az érdi rendőrkapitányság illetékességi területén ők bárhol feltűnhetnek? Tehát én azt szoktam mondani, hogy a rendőr Magyarországon mindenhol rendőr, ez kisebb, tehát itt is működik, kisebb területeken is így működik. A Diósdi rendőrös dolgozói, ha szükség van rájuk, megjelennek akár Szászhalombattál, akár a tárnoki területen és természetesen az érdi területen, illetve rendelkezünk szolgálati motorkerékpárokkal, jelesül most 2 darabbal. 2 fő kollégám van, aki ilyen tevékenységet, tehát motoros tevékenységet végez, őket pedig akár Érden is az említett korábbi településeken bármikor bárki láthatja, hiszen őnekik a feladatuk az, hogy természetesen elsősorban Diósdon lássák el a feladatokat, de ha szükség van rájuk, már pedig van rájuk szükség, hiszen egy gyors hadtest, hogy így mondjam, a motoros szolgálat, akkor az érdi rendőrkapitányság egész illetékesi területét bemotorozva, bejárőrözve lássák el a feladatokat. Milyen napi feladatok adódnak a rendőrös életében, milyen feladatokat ellátnak
saját erőből és mondjuk hogy az érdi rendőrkapitányság támogatása nélkül? Hát elsősorban ugyan támogatással, de ezt az önkormányzat támogatásával, amit természetesen a kollégáim nevében ezúton is köszönök nekik, van minden nap, illetve iskolai napokon, pontosabban hétköznapokon, reggel 7 és 11 óra között mindjárt indul a nap egy gyalogos szolgálattal. Egy kollégának, vagy kolléganőnek, bocsánat, az a feladata, hogy az iskolák, óvodák környékét, illetve most már a Interspar környékét is, illetve a bevásárlóközpontok környékét is gyalogosan járja be, a közlekedésre felügyeljen a közlekedőkre is, elsősorban természetesen gyerekekre, majd ezt követően, amikor ugye már a nebulók az iskolában vannak, akkor természetesen ki kellene, illetve ki is szűrik, hál' Istennek, azokat az elemeket, akik mondjuk egy bevásárlóközpontba nem odavalók, nem vásárolni mennek, hanem bűnös szándékkal. Ez egy ilyen alaptevékenység, egy két hónapja. Illetve hát természetesen az alapjárőrszolgálat, ami napközben működik, de ezen belül a rendőri munka, tehát alfától az omegáig, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát minden belefér, illetve természetesen, amikor segítség kell az érdi rendőrkapitányságon bármilyen feladat végrehajtására, akkor ott vagyunk. Jelesül mondhatom, hogy a tegnapi talált bombánál az egyik motoros kolléga volt, aki a helyszínt biztosította, és az nem Diós, hanem Érd volt. Illetve kiemelt feladatunk, amit újra elővettünk, ez az éjszakai életben, illetve éjszakai élet negatív dolgainak a megszüntetése. Ez ugye Diósdon az állampolgári bejelentés alapján van egy terület, ezt most nem nevezném meg, ahova fókuszálunk, illetve próbáljuk azokat a napi rutinba azokat a dolgokat beilleszteni, amit az állampolgárok akár személyesen, akár az önkormányzat, akár bármilyen más fórum útján kérnek tőlünk. Mennyire nyugodt az élet Diósdon úgy általában? Mennyire van sok feladat, sok munka? Közbiztonság szempontjából milyen a helyzet? Hát ez nagyon szubjektív. Én azt mondom, hogy egy élhető környezetben, egy élhető helyen közbiztonsági szempontból élnek az ott lakók. Nyilván ők ezt másképp élik meg, illetve akinek a gépkocsiját elviszik, vagy föltörik, még hogyha azt tudjuk mondani, hogy statisztikailag ez egy kicsi szám, vagy kevés, ők azt negatívan élik meg. Én úgy vélem, hogy még van mit fejleszteni rajta, és ezen is vagyunk, de én úgy gondolom, hogy élhető a környezet közbiztonsági szempontból. Milyen tipikus bűncselekmények fordulnak elő, vagy egyáltalán ki lehet-e ilyet emelni? Sajnos ki lehet emelni. Ennek érdekében, ezeknek a megszüntetése érdekében próbálunk most tenni, illetve korábban is próbáltunk, de most különös jelleggel. Megszaporodtak az úgynevezett besoronásos bűncselekmények. Megyei segítsége, saját erőből szólórapok készítése van folyamatban, illetve már sikerült is az önkormányzat segítségével kinyomtatni ezeket. Orvosi rendelőbe, gyermekintézményekbe, és ahol tudjuk, például a Spárban, de bármelyik ilyen egységbe el tudjuk őket helyezni, el tudják olvasni a figyelemfölhívást. Tehát a lényegben az, hogy 2-3 fős társaságok járják az utcákat, általában sajnos az idős emberekre idézőjelben teszem specializálódnak. Őket mindenféle szedett-vedett indokkal átvágják, hogy így mondjam, tehát a bizalmukba férkőznek. Tehát mindig szeretnek bejutni, vagy szeretnének bejutni, és sajnos be is jutnak az ingatlanba, ahol hát néznek, figyelnek, pakolnak, és sok esetben megszabadítják az értékeiktől, készpénzüktől a ott lakókat, amit ugye később vesznek csak észre, és hát ezúton is fölhívnám a figyelmet, hogy kérném, hogy ennek ne adjunk teret, mindenki ellenőrizze a lehetőségéhez mérten azokat, akik be akarnak hozzá menni. A közszolgáltatók emberei mindig rendelkeznek igazolványokkal, igazolásokkal, amin vagy pöcsét, vagy fénykép van, ellenőrizzük le, írjuk fel azoknak a számait, hogy a későbbi ellenőrzés során, illetve a neveket. De sajnos most ez a sláger, hogy így mondjam, idézőjelben, próbálunk ezzel ellen tenni, azzal is, hogy többet járőrözünk, többet vagyunk a területen. Betöréses lopások mennyire veszélyeztetik a általánosabban kertvárosi környezettel jellemezhető Diósdot? Hál' Istennek nem jellemző, bár nem természetes, sajnos vannak ilyen jellegű bűncselekmények is.
De ezek a kisebb mérvű, tehát a kisebb számú, bocsánat, kisebb számú bűncselekmények, az egyéb más bűncselekmények felé megy el a, hát a statisztikai mutató. Ezekben az esetekben itt a diósdi rendőrös kollégái vizsgálják ki ezeket az ügyeket, vagy ez már az érdi rendőr kapcsolatossághoz tartozik? A diósdi rendőrös maga a bűnügyi tevékenységet tulajdonképpen nem végez effektíve. A vizsgálati munkát, tehát a bűnügyi földerítő bűnügyi vizsgálati munkát az érdi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya végzi, de természetesen minden kérésüknek eleget téve mi ezt támogatjuk, segítjük, akár elfogásokkal, és akkor most itt akkor be is szólnám, hogy éppen ma fogtak el, bár az erőbe betörésekről beszéltünk, hogy nem jellemző, ma reggel a kollégáim egy betörőt fogtak el, akit már, ahogy szokták mondani, tálcán sikerült szállítani a bűnügyes kollégáknak. Persze lesz nekik vele még gondjuk, bajuk és munkájuk, nem csak annyiból áll, hogy megfogjuk az elkövetőt. Ezeket az elfogásokat szeretnénk mindig tovább növelni, vagy többet növelni, és ezáltal segíteni a kollégáknak, a bűnügyes kollégáknak a munkáját. Polgárőrség azért itt az érdi rendőrkapitányság területén, Érden és Diósdon is azért egészen szoros kapcsolatot ápol a rendőrséggel. Hogyan tudják egymás munkáját segíteni? Diósdot itt ilyen szempontból mi jellemzi? Nagyon jó az együttműködés. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a korábbi érdi működésem alatt a körzeti megbízottakkal kapcsolatban nagyon szoros kapcsolatba is kerültem a polgárőrséggel, polgárőrökkel, vezetőkkel. Minden fórumon, ahol összetudunk jönni, összejövünk, épp a tegnapi este folyamán, vagy délután folyamán volt egy ilyen fórum, ugyanúgy ott voltak a polgárőrvezetők, a közbiztonsággal kapcsolatos fórum volt. Egyeztetjük a heti szolgálatokat. Jövő hónaptól havonta, minden hónap elején összeülünk a vezetőkkel, és megbeszéljük a következő hónapra adódó feladatokat, amiket közösen kell megoldani. Abszolút jó az együttműködés. Minden rendezvényen, de ahogy az előbb említettem, fórumon is együtt meg tudunk jelenni. Hogyha a vezetőktől 5 polgárőrt kérünk, akkor 5-öt kapunk egy rendezvényre. Vagy most tesz egy nagyobb rendezvényünk oda 20-at, akkor biztos vagyok benne, hogy a 20 ember meg fog érkezni, és nagyon-nagyon jól segítik a munkánkat, nagyon ügyesek és nagyon rutinosak. A diósdi rendőrös munkatársai végeznek-e közlekedésbiztonsági akciókat? Gondolok itt sebességmérésre, ellenőrzésekre, mennyire egészíti ezt tulajdonképpen ki a napi munkájukat? Természetesen. Itt ugye elsősorban a sebességmérés, amit tetszett kérdezni. Rendelkezünk egy civil autóval, ezt most akkor nem árulnám, hogy milyen színű, milyen rendszámú és milyen típusú, amelyel segítjük a kollégáknak, vagy segítem én személy szerint a kollégáknak a munkáját, akár a sebesség ellenőrzésben is, de hogyha a korábban, amiről beszéltünk, a motoros szolgálatot említem, az egyik legjobb közlekedési ellenőrző tevékenységet a motorosok tudják végezni, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a rendőrös speciális, hiszen egy épületben van a közlekedésrendészeti osztály és a diósdi rendőrös maga, így szervesen a közlekedésrendészeti osztállyal együtt tudunk működni, nap mint nap közös szolgálatot látunk el, és nem csak a sebességmérés terén, hanem akár egy éjszakai közös szolgálat során, és ezáltal, tehát a közlekedés rendjét is tudjuk szolgálni mi, mint közrendesek, tehát ezzel probléma nincs, hál' Istennek nálunk. Ilyen szempontból mennyi munkájuk van a rendőröknek Diósd területén? Közlekedési szempontból elég jó a szintén, tehát amit korábban mondtam, ilyen szempontból is élhető, bár mindig vannak renitensek, illetve hát ott a belső részeken az a nagy forgalom, ami reggelenként délután ugye lezajlik, azért ad feladatot, bár az önkormányzatnak is van rá, hál' Istennek nagyon jó koncepciója, meg tudták oldani úgy, hogy ahogy nekünk is segítenek, tehát tulajdonképpen tudjuk ezt kezelni, bár a reggel és a délutáni órák azért, hogy úgy mondjam, zűrösek és forgalmasak a területek. Diósd fő utcáján 30 km/h, hogyha jól tudom, a sebességkorlátozás. Erre mennyire figyelnek? Betartják-e már a lakosok, hozzászoktak-e ehhez? Hát ez most már természetesen jó pár éve így van, de hát azért gondolom vannak olyanok, akik mondjuk, hogy ezt nem veszik annyira figyelembe. Sajnos mindig van olyan, aki kibújik a szabályok alól, de nagy többség, tehát azok, akik ott élnek, és tudják, hogy miért van ez a 30-as tábla, ugye nem azért van a 30-as tábla, hogy lassítsuk nagyon a forgalmat, hanem a saját magunk, illetve gyermekeink testi épsége,
életének a védelme miatt vannak ezek a korlátozások, akik ezt tudomásul veszik, és hát, hogy mondjam, érettek arra, hogy ezt befogadják, azok mindig betartják. Vannak mindig renitens emberek, azt szoktam mondani, hogy sajnos én észt nem tudok nekik adni, csak bírságot, de ezt meg is tesszük. Az átmenő forgalom az mennyire nehezíti meg a munkájukat? Gondolok itt a 70-es útra, vagy más nevén 7-es útra, hát azért ott rengetegen mennek például minden reggel hétköznap munkába a főváros felé. Ez milyen plusz munkát ró a diósdi rendőrségre? Hát ez közlekedésrendészeti szempontból, mint az előbb is említettem, komoly probléma, komoly feladat, hiszen hatalmas dugók vannak. Még hál' Istennek nem kellett ebbe olyan szervesen beleavatkoznunk, mert szépen lassan azért folyik a forgalom. Viszont bűnügyi szempontból azért nekünk ez problémát jelent. Szűrnünk kell, próbálunk szűrni, hiszen ezen az említett úton, de bármelyik másik kisebb út is, közel van az M0-ás, közel vannak a szomszéd települések, akár Budapest közelsége, akár Törökbálint közelsége. Tehát magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy a zsiványoknak, a betörőknek, a rossz szándékú embereknek a menekülési útvonalak nagyon sok rétű, nagyon sok felé tudnak menekülni, ezért jelent ez csak nekünk problémát. Egyébként a közlekedési szempontból a dugók azok, amik problémások. Helyek közel már érintettük azért a technikai felszereltségét a rendőrösnek. Ez a jövőben változhat-e, javulhat-e, még egyáltalán jelenleg milyen technikai feltételek mellett tudnak dolgozni? Én azt mondom, nagyon jó, nem panaszkodom. Hogy változás lesz, ezt nem tudom előre megmondani, viszont 2 héttel ezelőtt sikerült egy új motorkerékpárt beszereznünk, egy ilyen átcsoportosítás alkalmával. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen most rendelkezésre áll 2 darab motorkerékpárunk és 2 darab szolgálati gépkocsink. Az egyik az egy megkülönböztető jelzéssel ellátott, de az egyetlen, hogy önkormányzati gépkocsiról van szó, tehát az önkormányzat vásárolta. A másik pedig egy állami gépkocsi. Én azt gondolom, hogy a létszámhoz mérten ez a gépjárműpark, ez kiválóan és kimagaslóan jó. Úgyhogy ezzel tudnunk kell dolgozni, és hál' Istennek tudunk is dolgozni. Hát, hogyha lesznek újabb fejlemények majd a diósdi rendőrös életében, akkor természetesen várom ide vissza a stúdióba. Én köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy beszélgetett velem. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a 4 szem köztöt látták, műsorunkat megtekinthetik a www.érthíradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!